Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a péntektől péntekig című villámbeszélgetésünket látják a Városházáról. Műsorunk állandó vendége és egyben házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megye jogváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, a visszatekintésünket kezdjük az elmúlt hétvégével, egészen pontosan a szombati nappal. Szombaton az első program az délután volt, amelyen részt vettünk. Hende alelnök úr is ott volt. A 15. évfordulóját ünnepelte a Szombathelyi Horvátok Egyesülete. A horvátokról el kell mondanunk, hogy 500 évvel ezelőtt jöttek erre a tájékra, török elől menekültek, és Szombathelyen egy olyan 1500-an vannak pillanatnyilag, összetartó közösség, jó hangulatú közösség. Az ő egyesületüknek az ünnepségén voltunk. Este a szombathelyi jótékonysági estet tartottunk. A jótékonysági estek története Szombathelyen már a történelem, hiszen ez a harmadik alkalommal került megrendezésre. Igen jó hangulatú volt, a helyszínről beszélni kell mindenképpen. Az új haladás sportkomplexumban tartottuk. Elsősorban azért, mert ez egy új közösségi tere a városnak, és nagyon örülök, hogy gyakorlatilag Szombathely bálja, a szombathelyi jótékonysági esté került ott megrendezése. 700 ezer forint jött össze, és a kórháznak a perinatális intenzív centruma volt az, amely kedvezményezettje volt a bevételeknek. A bevétel két forrásból jött, az egyik a tombola bevétel volt, a másik pedig támogatói jegyeket lehetett vásárolni. A vasárnapi napon pedig egy nagyon régi hagyomány folytatódott itt Szombathelyen. 1711. január 20-án fejeződött be Szombathelyen a pestis járvány. Rengeteg áldozata volt. Eleink akkor megfogadták, hogy Szent Sebestyén és Fábián napján ezután mindig, minden esztendőben fogadalmi misére mennek. Mindig elmennek a székesegyházba és hálát adnak a Jóistennek azért, hogy a pestis járvány megszűnt. No, ezt a hagyományt folytatjuk már nagyon-nagyon régóta, és ennek keretében az önkormányzat több képviselő tagja is részt vett a Szent Misén. A munkahét a szokásoknak megfelelően a munka értekezlettel kezdődött, ezt követően pedig egy sajtótájékoztatóra került sor itt a Városházán. Fejlesztésekről tartottunk sajtótájékoztatót, illetve arról, hogy a fejlesztések indulásához, illetve kivitelezéséhez természetszerűleg pénz kell. Mint az apropója a sajtótájékoztatónak, hogy ezeket a támogatási szerződéseket, ami hát a pénzt jelenti, ezeket a támogatási szerződéseket korábban még december 22-én aláírtuk, és én úgy gondolom, hogy erről tájékoztatni kell, Szombathely tájékoztatni kell a nagy közönséget is. Mindenképpen fontos dolog, hogy a Modern Város program keretében Szombathely is hasonlóan a többi magyar városhoz nagy-nagy fejlődési lehetőséget kapott. Konkrétan három támogatási szerződés aláírásáról emlékeztünk meg. Az egyik a Lovas Centrumnak a tervezésére kapott majd 200 millió forint, a másik a Késmárk utcai teniszcentrumnak a továbbfejlesztésére, bővítésére, befedésére kapott több mint 260 millió forint. Ez nem csak a tervezésre, hanem a kivitelezésére is van. És a harmadik pedig a Gotthárd kastély hasznosításának terve. Ez nem egészen 100 millió forintnyi. Tehát, hogyha összeszámoljuk, akkor ez fél milliárdot meghaladó összeg, amivel tervezésre, illetve kivitelezésre már Szombathely rendelkezésére áll, úgyhogy csupán a munkát kell elkezdeni. Ha jól tudom, vizsgaidőszak van, polgármester úr, és ez ugye önt is
érinti, bár ugye nem hallgatóként. Nem hallgatóként, hanem oktatóként és a negyedéves mentőtiszt hallgatóknak a komplex szigorlata zajlik ilyen tájban, és hát egy néhány órát ott töltöttem. Este pedig a Magyar Kultúra napján szokásos, hagyományos ünnepségre került sor. 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey a himnuszt. 1989 óta e nap a Magyar Kultúra napja. Rendszeresen megünnepeljük itt Szombathelyen is. Ilyenkor kapják meg elismeréseiket a kultúrában dolgozók, és hát egy nyilvánvalóan kulturális műsor következik utána. Most is díjátadás volt, gratulálunk a kitüntetetteknek, és utána pedig az Experidence-nek a tánc bemutatóját láttuk. Nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy Szombathely egy olyan város, ahol nagyon sok a zöld terület, és hát nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy ezekre vigyázunk is. Onnan indult ez az egész dolog, hogy a parkerdő lakótelep lakói közül 377-en egy kérvényt írtak az önkormányzatnak, amelyben az szerepel, hogy az ott lévő zöld területet tartsuk meg, és az ott lévő zöld terület ne kerüljön beépítésre, már lakóház szerint ne kerüljön beépítésre. Az egész aláírás gyűjtés egy tévedésen alapult, hiszen ők abban a hitben voltak, hogy ezt a területet parcelláknak, tehát lakóházak építésére alkalmas területnek kívánja a későbbiekben értékesíteni, vagy az önkormányzat, vagy a tulajdonos, nem is tudom, hogy mit gondoltak, de a területi besorolás szerint is zöld terület, és föl sem merült a másiknak a kérdése, úgyhogy remélem, hogy sikerült megnyugtatni őket kellőképpen. Este pedig a magyar tudomány is érett egyik legnagyobb alakja, legnagyobb élő alakja vendégeskedett itt Szombathelyen. Vizie Szilveszter járt itt a polgári esték keretében, Hende Csaba vendégeként. Vizie Szilveszter csodálatos ember, 80 esztendős elmúlt, ezt senki nem gondolja komolyan, tán ő sem. Vizie Szilveszter csodálatos szellemiekkel rendelkezik. Nekem annak idején gyógyszertan tanárom, gyógyszertan prof volt, nagy örömmel üdvözöljük mindig egymást, és mindig rendszeresen emlékeztetem arra, hogy valahova Amerikába utazott, és reggel fél hétre kellett menni szigorlatozni gyógyszertamból, úgyhogy erre még mindig nagyszerűen emlékszem. Nyilvánvalóan professzor úr már nem emlékszik erre. A szerdai napon pedig fogadóra volt, még pedig Kecskés László képviselő úrral. A fogadóórákon mindig az ember elgondolkodik azon, hogy milyen nehéz sorsok vannak. Igyekszünk természetesen mindenkinek segíteni, van akinek sikerül, van akinek nem. Beszéltünk meg korábban, polgármester úr, a jótékonyság fontosságáról, ebben az adománygyűjtés is beletartozhat. Szeptemberben jártunk Vajdahunyadon, ott a vajdahunyadi Corvinus Savaria társaság azt kezdeményezte, hogy az ottani magyar iskolában, illetve az óvodában szükség lenne játékokra, szükség lenne magyar nyelvű könyvekre, és azt az ígéretet tettük, hogy itt Szombathelyen magánszemélyektől, illetve intézményektől próbáljuk pótolni az ottani hiányt. Hát igencsak sikeres volt az adománygyűjtés, úgyhogy rengeteg mesekönyv, rengeteg kis kedves játék gyűlt össze, és február elején a szokásos vajdahunyadi sítáborba a magyar gyerekek elmennek és viszik az adományokat, és nagy örömmel adják nyilvánvalóan az ottani magyaroknak. Felelősségünk és kötelességünk az, hogy a nemzettársainkat, akik a határon túl vannak, túlélnek, azokat is támogassuk.
folytatódik, halad a romkert felújítása. Ehhez kapcsolódóan volt egy program csütörtökön. Szombathely egyik legnagyobb régészeti, leghíresebb régészeti lelete az a mozaik, amely az Aula Palatinában, tehát a helytartói palotában volt. Ez a Közép-Európának a legnagyobb egybefüggő mozaik lelete egyébként abból a római korból. 70 esztendővel ezelőtt építettek ennek egy, illetve két védőépületet, az a Lux Kálmán-féle védőépület, ami aztán időközben az épület meghibásodása miatt nem töltötte be funkcióját, és nem védte a mozaikot. A 24. órában vagyunk a mozaik védelme szempontjából, úgyhogy a Modern Városok program keretében, illetve a területi operatív program keretében sikerült erre 1,2 milliárd forintnyi összeget kapnunk, és ebből az összegből történik meg a mozaiknak a restaurálása, illetve az új védőépületnek a készítése. Elérkeztünk polgármester úr a mai naphoz. Polgármester úr egy eseményen már részt vett, és egy másik előtt áll még. 22. Gazdag Erzsi vers és mesemondó versenyt tartották a Reményik iskolában. Ez a Gazdag Erzsi vers és mesemondó verseny kezdődött el, óvodások, kisiskolások és nagyobb iskolások versenyeznek, szám szerint 49-en kell egy Gazdag Erzsi verset mondani, akinek hát a szombathelyi kötődései teljesen egyértelműek és is ismertek mindannyiunk számára, és utána pedig egy mesét kell elmondani. Ebből áll a verseny, és a zsűri, a komoly zsűri nyilvánvalóan a megfelelő helyezéseket kiosztja. Mint a megnyitóban mondtam, nagyon fontos a verseny, de ennél sokkal fontosabb az, hogy a kultúrának az igénye meglegyen minden fiatalban, minden gyerekben, és biztos vagyok benne, hogy azok a gyerekek, akik ezen a vers és mesemondó versenyen részt vesznek, azok ezt örökítik át majd utódaiknak. Egy másik esemény előtt állunk még. Kórházban lesz egy átadás, a háromdimenziós torakoszkópos torony átadása. Hát ez azt jelenti, hogy egy olyan műszer kerül átadásra, amellyel non-invazív, tehát komolyabb, nagyobb vágás nélküli beavatkozás lehetősége kerül előtérbe, úgy, hogy ezt a képet, amit az operatőr lát, ezt háromdimenziós képként adja. Az eddigiek kétdimenzióban mutatták az operatőrnek a helyzetet és szituációt, nyilvánvalóan ez a három dimenzió könnyíti, meg pontosítja a manuális munkát is. Folytatódik, polgármester úr, a báli időszak, most a horvátok fognak bálozni. Horvátokkal kezdtük a beszámolót, a heti beszámolót, tehát a horvátokkal fejezzük be. A horvát bál kerül megrendezésre a Művelődési és Sportházban. Mindig jelentős számú résztvevő van, és mindig nagyon jó hangulat van. Hát remélem, az idén is így lesz. Polgármester, köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, köszönöm a nézőknek a figyelmet. Kedves nézőink, önök a Péntektől Péntekig című beszélgetést látták, villámbeszélgetést. Tartsanak velünk legközelebb, és viszontlátásra.